felkészültek? Mondom, felkészültek? Tartsanak velünk! A mai műsorunkban bemutatunk önöknek egy úriembert, akinek még mindig nem mennek a sustorgó szava. Egy néma énekesnőt, akinek hatalmasak az önhárítói, valamint egy férfi, aki foggal húzza le a párizsi ruhabőrt. Itt lesz velünk a bodiszlói mérlekint a csapat. Őket követi egy magas, szőke férfi és egy alacsony barna. Bemutatunk egy embert, akit ártatlanul húzoltak meg, és mindezek után exkluzív interjút ad stábuknak, Kabir Budi, a felső bütöki csodapapi. Velünk lesz egy manusz, aki fószer és egyben krapet is. Lerántjuk a lepletet korrupt faktorosról, aki jó pénzért bárhol bármit felszáll. A horror kedvelőinek Sprinter Erzsébet tart rögtönzött fürdőruha bemutatót. Na, szatért mégsem. Valami rögtidomított félék oroszlán, akik ma este elrabolják és szétmarcangolják a lányok szívét. És aki mindezt bemutatja, a világhírű, a lenyűgöző, a fergeteges, a csodálatos, az igazságos, a valóságos, a meglepő és mulatságos, Irigy Hónajvili! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hello, hello mindenkinek! Színpadon az Irigy Hónajvili! Először is köszönjük a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetünk ezen a szép napos vasárnap, akarom mondani, szombat délutánon. Gyönyörű a táj, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, hiszen itt még sohasem jártunk, és bízom benne, hogy sokan ismeritek majd a dalokat, és velünk fogjátok énekelni. Már a következő dalt is, aki volt már lakodalomban, az tudja, hogy milyen nagy bulik szoktak lenni, pláne ha a viszki zsüvegek szerteszélye levernek, úgy évfél után már mindenki tudja, hogy hol van az asztal alatt. Következik most egy ilyen dal, a TNT együttes titkos üzenetét dolgoztuk át. Ez következik most Irigy Hónajvili verzióban, a viszki süvegek! Nagyon-nagyon szépen köszönjük és engedjétek meg, hogy bemutassam mai vendégrészünket. Horváth Pista, előadó művész. Nagy tartok kérdés Pistának, köszönjük szépen. Azt kellett észrevennem, hogy nagyon sok és nagyon gyönyörű lányok, hölgyek, asszonyok vannak köztünk. Szeretnénk egy dalt küldeni a lányoknak. Fiúk, ezt megengeditek, ugye? Urai, lehet, ugye? Egy csaj, egy dalt a csajoknak, jó? Majd hadd szóljam. No, melyik az a rendezvény, ahova sosem hívjuk meg őket? Hát a hölgyeket. Fiúk? Pince buli. Másféle bulira gondoltam. Milyen buli? Így van, emelje fel az a hölgy a kezét, aki már volt rambulin. Jól van, jól van. Pedig egyszer azért kipróbálnám, milyen jó lenne. No, akkor viszont itt a leendő alkalom, meghívjuk a hölgyeket egyszer és utoljára, jó kis kambulira, nem is akár kivel, Royjal és Ádámmal. Nagyon szépen köszönjük! Ez volt tehát Roy és Kálmán és egy fantasztikus kambuli. Néztétek tegnap este a tévét? Koko, hány gólt lőtt? Gyorsan tegyek fel a kezét, ki hány kiló? Nem figyeltek előképpen. Most a hölgyek kedvébe szeretnénk járni, egy olyan úr következik, aki szintén nem szeret kambulira járni. Egy fantasztikus művész, aki mostanában elkezdett vadul sportolni, és lassan úgy fogják már szólítani, hogy Rambo Jimmy. Következik a magyar nők báványa, egyelőre Zombi! Köszönöm szépen! Neked is, drága Brühilda, neked is! Köszönöm szépen! Hát igen, kérem szépen, ebből is látszik, hogy régebben mekkora nagy csajozós voltam. Csak ez már egy kicsit elmúlt, úgyhogy most már nem is barátkozom másoktól. Csak régi kedves zenész cimboráimban, úgyhogy szeretném a színpadra szólítani, többek közt itt lesz velünk közöttünk a Dupla Kávé zenekar, ki mostanság egy kicsit modern talking stílusban próbálja a karrierjét egyengetni, de először hallgassuk meg Lanzi Galambos Lajos, akiről kiderült, hogy nem is képes. Nagyon szépen köszönjük a tapsokat, köszönjük a mosolyokat, ez volt az Irigy Hónajvili mára. Talán jó szórakozást kívánom mindenkinek, köszönjük szépen, sziasztok! Thank you.
mozumunk helyett egy vendégzenekar, aki addig is ők szórakoztasson a titeket. És hát eljött ez az a pillanat, hogy mi már nem tudunk többet sajnos. Ennyi volt a mi repertoárunk, és akkor szeretnénk felkonferálni a vendégzenekarunkat. Ővelünk Spanyolországban ismerkedtünk meg, úgy hívják őket, hogy Los Aluliaros. És meg fogjátok látni, hogy nagyon szimpatikus fiatal emberek. Én főleg az énekes szeretem, egy nagyon szimpatikus, kicsit bulita, málészájú fiatal ember. Cipos Petros! Buenos noches! Buenos noches, señores y señoritas! Adiós, niños, jóvenes y niños! A los húngaros, cíngaros, simpaticos! Irigylem a te kalapodos! Nem akarod kölcsönál az enyém, az tönkremenos, nézd azt! 200 fellépos! Tönkremenos, hát ennek anyos! Mi a muzsikantos? A los Astorios aluljáros! A bangó familiát Kajlahajlamban ma rajtam! Mutatom nektek a bandos! Az egyik gitáros a López! Kapcsolatos! López Hávenzi egy kicsi gitárja neki, a kicsi kalapja, a kicsi bazusa. Másik gitáros, az is lop, csak az Pedrónak hívják. Annak sokkal nagyobb a gitárja, nagyobb a pokroca, de kicsi neki a füle. A harmadikos, az a dobos, hát azért lett, hogy a dobos, ami mindig harmadikos. Bocsánat, másodikos. Mi a muzsikantos? Los Aluliarosban, Go Familia, Ahaj, Hajna, Bam, 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 rajtam. Mi a muzsikantos? Ez egy búcsúzós? Na de tényleg! Tapsolok! Hola! Muchas gracias! Adiós, amigos! Búcsúzós a los irigos! Hola, los irigos! Köszönjük szépen! Köszönjük a meghívást! Szép darab mindenkinek! Köszönjük még egyszer! Sziasztok! Jó buli tovább! Sziasztok! Én azt gondolom, hogy egy hatalmas... Javasolnám, Anita, mennek a tollagosok még mindig. De ha szántálnátok azt, hogy így zónálj még, akkor szerintem vissza jönnek. A gyerekek, mi már fel voltunk költözve, nem tudtuk, hogy még itt ilyen visszahívás lesz, úgyhogy újra össze kell állítani itt a felszerelés, de bízunk benne, hogy pillanatokon belül kész lesz. Az egy másik együttes a Besenyő Pista Váci. Egy olyan dalt fog nektek most elénekelni, amit egyetlen egyszer adtunk eddig elő a tévében. Ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen a gyerekeknek úgy, mint a felnőtteknek egyaránt mindenkinek lesz benne olyan, amit ismer és szeretni fog. A dalok szövegét egy kicsit módosítottuk, hiszen ezek rajzfilmek slágerei voltak, ismert rajzfilmek főcím zenéi, és Irigy Hohenheimer verzióban hallhatjátok most a következő rajzfilm slágereket. A zenekar, ha visszavetkőzött, akkor jöhetnek, és megpróbáljuk ezt nektek itt prezentálni. Sajnos nekem kimaradt a ruhám itt a nagy rohangásban. A Fink Singers Ének együttes a színpadon.
Köszönjük szépen még egyszer, ez volt az Zürich Hohenheim Elite. További jó bulit mindenkinek. Sziasztok, kellemes nyarat, sok-sok napsütés. Sziasztok!